Jól szállt vissza a bajnoki küzdelem sorozatba a kisvárdai együttes, a hosszú kényszerszünet utáni első meccsen 1-0-ra verték az Újpestet Gosztonyiék. A győzelem értékét növeli, hogy közvetlen rivális múlt felül a Várda, így előnyük 5 pontra nőtt a fővárosiakkal szemben. Hátradőlni persze nem lehet, mivel még hátra van 7 forduló, ráadásul szombaton a második helyezett Molfehérvár otthonában lép pályára Bódog Tamás együttese. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül a vezetőedző bízik a pontszerzésben. Fontos volt mindenképp az, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, és az, hogy 5 pont előnyünk van, az nagyon gyorsan el tud olvadni, mivel a következő héten azért 3 olyan mérkőzést játszunk, amikor nem mi vagyunk feltétlen a favoritok, mert azért megyünk a Videótonhoz, jön a Mezőkövesd, és utána megyünk a Ferihoz. Szóval mindenképpen fontos volt az, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, és egy kicsit nyugodtabban készüljünk erre a 3 mérkőzésre. De természetesen ezen a 3 mérkőzésen ugyanúgy győzelemre fogunk törekedni, és úgy gondolom, hogy mindenki ellen reális eséllyel veszik fel a harcot, úgyhogy győzelem reményében utazunk Fehérvárra egyértelműen, és akkor utána meglátjuk, hogy ez mire elég. Úgyhogy a játékosok jól fel vannak készítve, jó állapotban vannak, önbizalom az megvan, bízok benne, hogy eredményesek tudunk lenni a következő hetekben. A Kisvárda kapusa Dombó Dávid reméli, hogy az előttük álló nehéz sorozat ellenére sem kell majd visszafelé tekingetniük a tabellán. Valóban jön 3 olyan mérkőzés, akik a közvetlen élmezőnyhöz tartoznak, de Fehérvárra se úgy fogunk oda menni, hogy feltartott kézzel, és akkor oda is vegyük 3 pontot. Én azt gondolom, hogy van esélyünk a Videóton ellen is akár pontokat szerezni, de nyilván hát ezt majd szombaton ki fog derülni, hogy addig is ugye nyilván fel fogunk belőlük rendesen készülni, hogy akár az Újpestből is, és azt gondolom, hogy ebből a hátralévő 7 mérkőzésből ki tudunk még hozni annyi pontot, hogy nem a kiesés elkerülése lesz elsősorban a cél. A Molfehérvár FC Kisvárda mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Sóstói Mol arénában. A 27. forduló további párosítása a következő: Debrecen-Kaposvár, Mezőkövesd-Paks, Újpest-Budapest-Honvéd, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia és Ferencváros-Diósgyőr.